A soros EU elnökség ez körbejár az EU-s tagállamok között, és ilyenkor minden ország egy kicsit igyekszik megmutatni magát, bemutatni a kultúráját, hagyományait, értékeit, azokat a dolgokat, amelyekre méltán büszke. Ez lett légyen, amikor Budapestre látogatnak az állami és kormányfők, akkor egy kulturális program keretében, Budapest nevezetességének megmutatásában, tudnivék ezúttal a fővárosra koncentrál a Magyar EU-s elnökség ebben a tekintetben. Ugyanakkor meg szeretnénk mutatni különböző kiállításokkal, kulturális rendezvényekkel, eseményekkel Magyarországot, azt, amire a magyarok büszkék, azt, amiről a magyarok híresek. Ilyen ez a kiállítás is, ahol ugye számtalan olyan dolgot, amelyek adott esetben nem biztos, hogy eljutnak egy más országbeli polgárhoz, azokat is be tudjuk mutatni. Meg tudjuk mutatni, hogy itt nem csak mezőgazdasági vagy ipari termékekről, élelmiszerekről van szó, hanem adott esetben olyan természeti jelenségről, mint például a tiszavirágzás, ami egy fantasztikus dolog, ugye évente egyszer ismétlődik, vagy akár az olyan épített kulturális örökségünkről, mint a pannonhalmi főapátság, vagy olyanról, ami mondjuk itt Kárpátaljához viszonylag közel esik, például a Máriapócsi kegyhely és búcsúhely. Szóval mindezek együtt bemutatják azt, hogy melyek azok a dolgok, melyek azok az értékek, amelyek végigmentek egy folyamaton Magyarországon, és egy törvény alapján bekerültek a Hungarikumok gyűjteményébe, amelyekre a magyarok méltán büszkék lehetnek az egész világon. Mindannyiunk számára különleges jelentőség jelentőnek. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm azt is, hogy együtt ünnepeltek ezen a jeles napon. Intézményünk hangsúlyosan figyel arra, hogy időről időre megszólítja a nagy közönséget olyan rendezvényekkel, amelyek valóban tudnak egy új tudásalapot adni, egy új megvilágítást, egy új horizontba tudja helyezni az adott témát, és nagyon nyitottak voltunk arra a megkeresésre, hogy a Hungarikumok gyűjteménye ezúttal a Matthias Corvinus Kollégium Beregszászi Képzési Központjában kerüljön megtekintésre és megnyitásra. Nagyon nagy siker volt az elmúlt hónapban a Gyermekrajzok, az Ászlók, ha lengenek című kiállításunk. Számos iskolából, óvodából érkeztek hozzánk a csemeték, akik büszkén mutatták meg műveiket szüleiknek, nagyszüleiknek és társaiknak is, és arra gondoltunk, hogy ez az épület, ez az alkalom pont a város szívében egy nagyon-nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak a kárpátaljai magyarság, de mindazok, akik Beregszászban megfordulnak, megismerhessék a Hungarikumok világát. Bár azt gondolom, hogy egyedüli ország, egyedüli nép vagyunk itt a Kárpát-medence közepén, és hát a kultúránk is egyedülálló, éppen ezt hivatott bemutatni az MCC kiállító termébe a Hungarikumok által. Tehát minden olyan dolog, ami itt megjelenik, ez hirdeti rólunk, hogy mennyire tehetségesek, mennyire jól kezeljük a különböző fogalmakat, és hát van kínálat mindenből, képzőművészeti elemek, népi elemek, de itt van például a Rubik kocka is, ami szintén egy bizonyítéka annak, hogy milyen különleges dolgokat tudunk kimunkálni. Néhány éve Kárpátalján is le volt folytatva egy ilyen felmérés, és az abból készült anyagot láttam is. Remélhetőleg előbb-utóbb a kárpátaljai mi általunk ajánlott Hungarikumok is bekerülnek majd különféle kiállításokba, amely által Magyarország szerepét akarja Magyarország bemutatni, a magyar kormány, hisz az EU-s vezetésű van szó. Ez úgy gondolom, hogy újból csak megerősíti azt, hogy ez az egyedi kultúra, az egyedi hozzáállás a magyar kormányfő részére, hogy jó úton jár, hisz ahhoz, hogy Európába nyugodt körülmények között tudjanak gondolkozni, nyugodt körülmények között tudjanak alkotni, ahhoz béke szükséges, és hát ez a kiállítás is a békének az egyik jelmondata is lehetne.